Üdvözlök mindenkit március utolsó hétvégéjén, egy újabb túrán, egy újabb túrafilm keretei között. A filmezést Glognisban kezdtem el, valójában az a mai napon már a 74. kilométer volt, az első snit, és most Sotvinben vagyok. Az Alpok lábánál. Itt most csapok egy kis pihenőt Sotvinben, ott a háttérben a Sonnenstein, illetve a sotvini viadukt látható, ami jó magas, 130 méter. Szóval ezen a pihenőhelyen ebédelek, aztán első körben Semmeringbe tekerek fel. Semmeringet valójában eddig rendszerint abban az irányban másztam meg a főúton, de most itt jobbra kanyarodok Sotvin legelején, hogy kipróbáljam ezt a kis utat. Valójában sokat sejtető a dolog, és valószínűleg elég nehéz is lesz. Most egy kis energiát nyertem az ebéddel. Nem kizárt, hogy erre szükségem is lesz. Szóval Glognisba eljuthattam volna vonattal is, de hát végül is kerékpárral érkeztem oda, ahol gyakorlatilag a túrafilm kezdődik. Így ez tulajdonképpen nem csak az idei Alpok szériás filmsorozatok, egynapos túrák, többnapos túrák sorozatába illeszkedik, hanem hát ilyen mellékszálon a Hogyan szopassuk magunkat című filmsorozat egyik epizódja is. Ugye a múlt heti kis fiaskóból tanulhattam volna, azonban mégse. Úgyhogy ma is egy elég jó kis maraton elé nézek. Na hát ebben a szurdokszerűségben kezdődött meg az út. Az előbb láttam egy táblán, Semmering 9 kilométerre van. Lesz mit kapaszkodni, mert hát több mint 400 méter a szintkülönbség. Vészesnek nem ígérkezik, de azért természetesen emelkedni fog. Gyönyörű az idő, elmondhatom ugyanazt, mint múlt héten, hogy szinte nyárias. A levegő nagyon párás, ezért magaslati pontokról a kilátás egy kicsit kevésbé nagy élmény. Tehát emiatt azért nem fogok zokogni. Szemmel látható a változás a természetben is. Fák virágoznak, illetve hát minden virágzik, aminek virágoznia kéne, úgy egy hónap múlva. Fák kihajtottak. Természet az fantasztikus képét nyújtja. Egy lepkész kollégám jegyezte meg a minap, hogy olyan lepkék is repülnek már, amik csak nyár elején szoktak. Hú, ez nagyon szép. Na hát ez hihetetlen, megérte erre jönni.
Itt olyan mászáshoz alkalmasabb hőmérséklet is van, mint a napon, mert ott már egy kicsit bizony meleg van. Akármilyen hihetetlen is. A Semmeringi nyereg 984 méter magas. Ezen az úton egy kicsit magasabbra fogok fölmenni Semmering előtt. A GPS szerint 635 méteren vagyok. Most éppen jelen pillanatban. Átjáró a szurdokban, kimondottan szűk. Semmeringi hágó, már mondtam több filmemben is szerintem, elég fontos szerepet töltött be mindig így a kereskedelem, csapatmozgások, egyebek a terén. 1160-ból már vannak utalások a forgalomra, akkor még azért kicsit komolyabb volt, nem voltak olyan igazán kiépített hágó útvonalak. Aztán az 1700-as években, most ha jól emlékszem, 1735-ben nyílt meg az első komolyabb hágóút, 6. Károly parancsára. Aztán az 1800-as években ezt módosították, tehát egy új pálya lett, idézőjelbe. Aztán az 1900-as években ismét módosították. Az most gyakorlatilag a jelenlegi, amerre szoktam is menni. Semmering 3 km. Ez meg mögöttem van. Igen, két felé is el lehet menni. Az a hosszabbik, az azt hiszem, hogy már egy kicsit ismerős lenne, mert már megint nem vagyok biztos, de ebből is elgondolkodtam rajta, de tavaly is egy elég kis úton közelítettem meg, és az valószínűleg abba ágazik bele. Na itt most egy kicsit meredekebb lett az út, és közben lehet, hogy helyesbítenem kell, és ez az az út, ami nem fog fölmenni 1000 méter fölé, hanem valahol beleágazik a főútba a nyereg alatt. Na hát ez a titok, ez nem sokáig lesz titok. Minden esetre most azért kell tekerni a biciklit. Hát most már nem olyan zord sziklás a környezet, de továbbra is tagadhatatlanul alpesi, pláne a fenyvesek közreműködésével. 825 méteren vagyok a GPS szerint, van még egy kicsi a Semmeringi hágóig, de már nagyon közel van. Mint látható, ez is kerékpáros túraútvonal. Egy pillanatra azt hittem, hogy nem azon megyek, de Ausztriában megesik, hogy az ember nem tud róla és azon megy.
Meg is érkeztem Semmeringbe, mégsem ágazott vissza a főútba. Kis kavart az okozza, hogy eredetileg nem ezen az úton akartam jönni, csak rövidítési szándékkal végül is. Úgy voltam vele, hogy erre se jártam még, úgyhogy miért ne. Lent látható a Semmeringi vasútállomás, háttérben egyébként a Schneeberg virít. Ugye nagyon híres a Semmeringi vasútvonal, valójában korának legnagyobb vasút építési munkálatai voltak, hatalmas mérnöki bravúr. 1854-ben készült el, kicsivel több mint 40 km és több mint 400 métert küzd le alatta a vágány. Így szintben. Semmering házai, nyaralói. Én itt most. Arra felé megyek. Igen. Szóval Wiener Neustadt és Glognitz között volt vasút, illetve Mürzus lágig is volt a túloldalon, de a hágón a két végállomás között gyakorlatilag gyalog vagy lóháton kellett átkelni, és akkor a vasút átadása után ez egy igazán fejlett vidékké varázsolódott egyből. Jó néhány alagút és viadukt tarkítja a vasúti szakaszt, ezt a Semmeringi pályát. Az építése előtt egyébként amerikai és angol vasútvonalakat is tanulmányoztak. Sonnenstein. És a kilátás. Na mindjárt megnézem a GPS-t, hogy hány méteren vagyok pontosan. Nem kétséges, hogy a sípálya még mindig nyitva van. Sijelnek is rajta. Nem titok, hogy 900 méter fölött vagyok már természetesen. Sonnenstein Sporthotel. Szervusz! És tehát ebben az elágazásban, az előbb látható elágazásban értem ki a főútra. Mégiscsak beleágazott az út. És mindjárt a Semmeringi nyeregben leszek. Most itt hirtelen azért akadt el a szavam, mert ez van itt előttem. És ez előttem már a nyereg, mint ahogy a 2012-es Alpok túrasorozatom első részében is megmutattam. Csak akkor nyár volt, most meg csak nyárias. Semmeringi sípálya,
igazából csak egy picit álltam meg, hogy beugorjak a billába. Granny's alma fröccsöt venni. Az elkerülhetetlen volt gyakorlatilag. De most felszerelkeztem. Kerékpáros túraútvonalon folytatom egy kicsit tovább az utat. Zemmeringrád vég. Zemmeringi nyereg földrajzilag, ha jól tudom, akkor még az északi mészkő alpokhoz tartozik inkább. Valójában egyébként egy kicsit azért azt mondható, hogy elválasztja az északi mészkő alpokat a centrális részétől az alpoknak, tehát az a kristályos övezettől, amihez már a Fischbachi alpok is tartozik, valamint a Zemmeringi nyereg elválasztja a Mura és a Lajta vízgyűjtőjét is. Na, most egy kis gurulás jön. El is teszem a kamerát. Túraútvonal Zemmering után egy kicsit az autópálya mellett megy. Egyébként nem sokára elkanyarodom róla különben is, úgyhogy nincs miért zavarjon. Valójában csak az a baj, hogy az a bajom, hogy akkor szoktam erre járni, amikor éppen valami komolyabb alpok túrára megyek, és most nagyon elkapott a hév. De jó is lenne most tekerni mondjuk Franciaországba. Annak is talán eljön az ideje. Ez itt Steinhaus am Zemmering, abban az irányban van Zemmering. Itt kanyarodtam el a kerékpárútról, és ismét egy jó kis kaptató következik. Több mint 500 méter szintkülönbség van előttem, 830-ig gurultam le Zemmeringből. Ami előttem van, az a Pfaffensattel. Már így alpesi léptékben is. Hát jó, persze nem 2500-as hágó, de a maga 1369 méterével azért már mutat valamit. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Egy túrafilmben már megmutattam 2 éve. Hát most majd megesz a kíváncsiság, hogy hogyan nézhet ki. Valószínűleg azért még hófoltak is lesznek. Valójában a mai célom ez a hágó. Úgy tűnik, valamilyen építési munkálatok lehetnek. Tény, ami tény, hogy nagyon rossz volt már az út burkolata. Szervusz! Úgyhogy lehet, hogy most már nem lesz az. Az út minősége tényleg jó, bár ott az előbb az a patak medrének a megerősítése volt, partfalnak, ami ott volt lezárva az út. Nagyon-nagyon rossz volt már ez az út, úgyhogy remélem, hogy
hogy ez a mászás kellemesebb lesz azért, mint régebben. Az idő továbbra is csodálatosan szép, hangulat pedig remek és nagyon alpesi. Így hát gondolom, nagy meglepetést nem is okozok azzal, hogy átléptem az 1000 métert. Idén már másodszorra. Nagy szerencsém van ezzel. Látható az út folytatása. Lesz hó bőven azért így az út mentén, ha már most is van. És most ott vagyok fönn, ahol az előbb, amit filmeztem. Megkezdődött a hajtű kanyaros rész. De az út az sajnos rossz minőségű. Mégiscsak. Nagyon meredek részek is lesznek benne. 15% fölötti meredekségben. De szépek a fények. ...1140 méteren vagyok már. Látható, hogy nem a legjobb az út, viszont elég elhagyatott. Jó mély völgy van mellettem. Átléptem az 1200 métert. Hirtelen tél lett. Persze az északi oldal, így nem csoda, hogy megmarad a hó. Húha! Na hát ez nagyon jó néz ki. Most egy kicsit bedurvult meredekségileg. Azért nem zonkolán, de hát gondolom látszik. Igen, csak meredek. És itt is van az előző hajtűkanyar cimborája. 1278 méteren vagyok már. ...1300 méter fölött vagyok már. Összességében az út legnagyobb részét tényleg felújították. Bizonyos szakaszok még olyanok, mint régen, de... ...burkolat nagy részt új. Lassan megkezdődik a célegyenes. Ez valójában a legmeredekebb részt jelenti.
mintha már látnám a fák törzsei között a hágót. Igen, most már ott van a láthatáron, percek kérdése, és 1369 méteren leszek. Hát a tábla szerint 1368, annyi baj legyen. Látható, itt lehet fölmenni a Stulekre is. A legmagasabb csúcsa Fischbachi Alpokban 1782. Voltam is fönn 2 éve. Azon a túrán, amit be is mutattam filmen. Elindultam visszafelé Semmering irányába. Akartam mutatni ezt a táblát, szóval itt jöttem föl. Még ha ez egy kicsit túlzás is, azért tényleg nagyon meredek. Thank you.
Visszagurultam a Pfaffenzatterről, mindjárt megint Semmeringben leszek. Ahonnan most Mariaschutz felé fogok gurulni, tehát a főúton, nem ugyanazon az úton, ahogy fölmentem a túloldalon. Ismét Semmeringben vagyok, tehát majdnem 1600 méteres szintkülönbséget mentem ma már, és 117 kilométert eddig. Hát az sem titok, hogy Sopron még messze van, úgyhogy ez növekedni fog. A mai túrától olyan nyári hangulatom lett, pláne, hogy furcsa módon eléggé leégtem. Karjaimnak olyan igazi nyári színezete van, gondolom a napszemeg is jó beleégett az arcomba. Most már jócskán gurulok. Feltűnt a Sotvini völgyhíd, ami még alattam van, de majd nem sokára fölöttem lesz.
ebben az elágazásban mentem el, hát most itt nekem balra, akkor jobbra volt, Semmering felé, odafelé menet. Ez tehát még mindig Schottwien. Nem sokára Gloggnitzba érkezem vissza. Már elhagytam Gloggnitzot, bőszen suhanok. Több dolog is látszik hirtelen. Ott a Schwarza, tehát ez a Schwarza tálvég. Valamint talán az is látszik, hogy idővel egy kicsit jobban állok, mint múltkor. Sőt, az is látszik valószínűleg, hogy egy kicsit megint visszajöttem a tavaszba, mert 1000 méter fölött nem nagyon volt levele a fáknak. Hát most a lompullatókra gondolok. Hőmérséklet is egészen kellemes. Ugye célszerű volt ezt a filmecskét Gloggnitzban kezdeni. Múltkor is áthaladtam rajta, illetve hát a Sopron környéki túráim egy elég ikonikus helye. És valójában az is igaz, hogy célszerű a film érdemi részét itt már befejezni, hiszen most is ugyanarra megyek visszafelé, mint múltkor. Nagyon szeretem ezt a környéket, úgyhogy ebből sosem lehet elég. Meg hát persze a célom már a kilométergyűjtés is volt. Nem igaz, nem tudok előzni. Szóval ott hagytam abba az előbb, mielőtt bedugult a forgalom a bicikli úton, hogy film érdemi részét bezárom, de még egy-két snittet nyilván mutatni fogok. Valamint ugye az adatokat akartam itt még mondani, a szintemelkedés nem sokat változott, tehát 1600 körülbelül most, és 145 kilométer. Ez itt Neunkirchen, ismerős lehet, múlt héten ez volt az a hely, ahol már sötét volt, és a kamera se tudott nagyon fókuszálni. Most már tudom, hogy itt el kell fordulni jobbra. Biztos emlékeztek a múltkori film végén, hogy mutattam már szinte teljesen sötétben ugyanezt a képet, és mondtam, hogy nem tudom, mi látszik az Alpokból a felvételen, de hogy számomra akkor még szabad szemmel lenyűgöző volt. Hát az semmi nem volt ehhez képest. Ott a Schneeberg, Rax. Nagyjából ott van Semmering, a Semmeringi nyereg, Sonnenstein és a Fischbachi Alpok. Itt pedig a Buckligeveld és a Rosália. Nagyon szép.
Ez már nem a Schwarza, hanem a Lajta. És megejtek egy utolsó bejelentkezést. Az Alpok továbbra is hihetetlenül csodálatos. Lassan rám sötétedik. 165 km felett vagyok. Most még így meghajtom, amíg egyáltalán nagyjából világos van, aztán majd meg kell állnom még egy utolsó energiabevitelre. És apropó energiabevitel, régóta tesztelni akartam már ilyen biciklis energiacuccokat, ilyen zselék, meg porok, meg szeletek, meg ilyesmik. És KTM Sopron jóvoltából most egy kis csomag megvásárlásával hatalmas ajándék halmot kaptam, nagyon minőségi termékekből, úgyhogy a közeljövőben, ma még nem, azokat is tesztelni akarom, mert nagyon kíváncsi vagyok, meg nagyon szkeptikus. Ha ezek tényleg érnek valamit, akkor az hamar kiderül legalábbis számomra. Valamint hamarosan kerékpár építésről is lesz film, szóval vannak érdekességek tarsolyomban, hát legalábbis remélem, hogy érdekességek. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy most is velem tartottatok e kis film erejéig, aztán folyt köv, ki tudja merre. Na, hát ez itt az ideális búcsúkép. Sziasztok!